szimulátor, avagy védelmi fejlesztések. Az elmúlt években igen komoly hadiipari fejlesztésbe kezdett az ország a Védelmi Beszerzési Ügynökség irányításával. Erről még 2016-ban döntöttek, hogy 10 éves program indul a Magyar Honvédség fejlesztésére, melyre több mint 3500 milliárd forintot szánnak. Ennek kidolgozásában és megvalósításában már 2016-tól főszerepet kapott Maróth Gáspár. Annak ellenére, hogy kormánybiztosi kinevezését csak 2018-ban vette át. Feladata, hogy az érintett minisztériumokkal együttműködésben menedzselje a védelmi, ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó stratégia kialakítását. Maróth Gáspár személyes küldetése, hogy eljusson az emberekhez a honvédelmi és haderőfejlesztés híre, eredménye és fontossága. 1990 után volt egy politikai egyetértés abban, hogy továbbiakban nem lesz szükség az országban védelmi funkciókra. Ez a kezdetben, 90-ben még nem volt ennyire egyértelmű, de a 99-es NATO csatlakozás után ugye ez majdhogy nem a politikai osztálynak egy ilyen egyetértése lett, hogy innentől kezdve elfelejthetjük a saját védelmi képességekkel kapcsolatos politikai gondolkodást. Ma már látszik, hogy ez nem így van. Sajnos ez az elmúlt néhány évtized rányomta a bélyegét a honvédség megítélésére a társadalomban, tehát épp elég restanciánk van, hogy ezt visszahozzuk mind a közgondolkodásba, mind pedig a társadalmi elfogadottságát megmutassuk. Szeretném, hogyha ezt az egész ország megismerni, és büszke lenne rájuk legalább annyira, mint amennyire egy francia, egy brit vagy egy amerikai katonára büszke a saját országa. Büszke arra, hogy a kimagasló védelmi ipari fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország felkerült a világ hadiiparának térképére, és a haderőfejlesztés tekintetében is a NATO-n belül az elit klubba tartozik. 2016-ban az elindított magyar haderőfejlesztési program az annyira ráirányította a figyelmet az országra, hogy ezzel párhuzamosan felkeltette a nemzetközi hadipari szereplőknek is az érdeklődését. 2019-20-ban elértük azt az állapotot, hogy több európai vezető politikus, miniszterelnökök, védelmi miniszterek a nagy hadipari cégeknél már a magyar modellt kérték maguknak, hogy ugyanolyan együttműködést szeretnének kialakítani ezekkel a cégekkel, mint amit Magyarországnak sikerült. Legyen az akár egy Görögország, akár egy Olaszország, vagy más európai országok. Mind a magyar modellt emlegették, és ez a közös sikerünk volt mindannyiunknak, akik a magyar haderőfejlesztést és ezzel párhuzamosan a hadipar fejlesztést is irányítottuk. Magyar Honvédség védelmi ipari fejlesztéseit bemutató sorozatunk mai epizódjában a légtérvédelem fejlesztéséről és a rakétákról lesz szó. A légtérvédelem minden országnak nemzeti felelőssége. A rendszerváltás előtt a Varsói Szerződés követelményei alapján Magyarországon 24 rádiótechnikai század működött. Hazánkban ekkor összefüggő rádiólokációs mező volt, amelyet egy központi rendszerbe tápláltak be, ahol létrehozták azt a légi helyzetképet, amelynek alapján figyelemmel lehetett kísérni a magyar légtérben folyó valamennyi repülést. Ez az egész légteret lefette, és valamennyire kifelé is látott. Ez kiegészült a határok közelébe telepített radarokkal. A rendszerváltás után a Varsói Szerződés feloszlatását követően alkatrészhiány állt be. Karbantartási problémák léptek fel, és megkezdődött egy fokozatos leépülése a rendszernek. Majd jött a NATO tagság. Amikor ugye meghívást kaptunk a NATO tagságra, illetve csatlakoztunk a Clinton elnök által megkövetett partnerségi mozgalomhoz 1994-ben, akkor egy segélycsomag keretében megkezdődött a Magyar Légtérellenőrző Központnak egyfajta fejlesztése. Magyarország 1999-ben csatlakozott a NATO-hoz.
A csatlakozás pillanatától a magyar légtér a NATO légterének részévé vált. Ez azt jelenti, hogy a légtérben kizárólag a NATO eljárások, a NATO elvek alapján kellett működni. Ezért mindenképpen fejleszteni kellett, illetve az addig használt rendszerben maradó szovjet kubokat a NATO integrált légtérvédelmi rendszeréhez kellett illeszteni komplex mérnöki munkával. A NATO program keretében megkezdődött 3 darab háromdimenziós radar beszerzése, amelyek a mai napig üzemelnek Vánkúton, Medinán és Békéscsabán. Ez egy sok évtizedre visszanyúló probléma, hogy valójában ezeket a, és válasszuk külön a légtérvédelmi és az úgynevezett tűzvezető radarokat, hogy a légtérvédelmi radarokat hova is kell telepíteni Magyarországon, hány darab kell belőle, ezek mennyire környezetkárosítóak, vagy nem környezetkárosítóak, nem lebecsülve a környezetvédelmi szempontokat ebben a vitában, van egy másik szempontrendszer is, hogy Magyarország légtérvédelmét a Magyar Honvédségnek teljes körűen biztosítani tudnia kell. És ebből a szempontból a radarok azok nem úgy néznek ki, hogy csak fölteszünk néhány darabot, és akkor az egész országot lefettük, hanem a megfelelő pontokra tesszük ezeket a radarokat, akkor igenis hatalmas lyukak maradnak a magyar légtérvédelemben, illetve vehetünk majd 2-szer annyi radart, mint amennyit kellett volna vennünk, ami meg szintén fájni fog a magyar költségvetésnek és az egyéb, az állam egyéb területeinek. Tehát próbáltunk egy olyan optimális megoldást tető alá hozni a katonai vezetéssel és a katonai szakértőinkkel, ahol az elégséges számú radarokkal, de a teljes körű lefedést tudjuk biztosítani a magyar légtérvédelemnek. Hogyha látjuk, hogy ad abszurdum egy légi csapás érkezik, vagy egy rakéta csapás érkezik Magyarországra, nagyon fontos, hogy ezt elhárítani is tudjuk, és hogyha az elhárítást vezető rendszer az nincs koherensen összekapcsolva a légtérvédelmi rendszerrel, akkor gyakorlatilag védtelenek vagyunk. Ennek teremtettük meg Magyarországon egy olyan kombinált rendszerét, ahol a légtérvédelem és a tűzvezető rendszereknek a radarrendszereit egyszerre vettük meg, és reményeink szerint, amikor 2024 után ezek folyamatosan majd a hadrendbe állnak, ezek egy olyan kombinált rendszert fognak tudni üzemeltetni, mint amilyen például az izraeli légtérvédelem is. Vannak ikonikus márkanevek a világban, mint például a kölni víz, vagy a milánói spagetti, vagy a tokai bor. Ugyanilyen ikonikus márkanév az Iron Dome a Izraelben. Azt kevesen tudják, hogy maga az Iron Dome az a rakéta elhárító rendszer Izraelben. Én azt mondanám az Iron Dome-ra, hogy ha az autózással hasonlítanám össze, hogy a haditechnikának ez a Ferrari-ja, tehát ez egy olyan típusú radarrendszer, ami nagyon régóta szolgálja például Izrael állam védelmét. Több 10-20 ezer rakéta semlegesítésében vett részt, közel 90%-os hatékonysággal. Általában a légvédelmi eszközök, légvédelmi rakéták 70-80%-ot tudnak hozni a harctéri tapasztalatok alapján. Ez a radarrendszer, gondoljunk bele, millimásodpercek alatt eldönti, hogy honnan lövik ki a rakétát, beméri, azonnal számveti, hogy hol fog becsapódni, tehát kell-e ellen rakétát indítani, vagy nem lakott területre fog esni, illetve indítja a megfelelő rakétát, amit rendszeresítenek hozzá. A 2016-ban elindult az Rényi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. Ennek egyik prioritása a magyar légtérellenőrzésnek a megújítása, illetve a légtérvédelem, közepes hatótávolságú légvédelemnek a helyreállítása, illetve annak a megerősítése. Ennek a programnak a keretében egy megfelelő piackutatás után esett a választás az IAI ELTA cég által gyártott ELM-2084-es radaroknak a beszerzésére. Ezek az első teljes mértékben fázisvezérelt radarok, ami azt jelenti, hogy képesek hely- és oldalszögben is elektronikus nyalábeltérítéssel követni a célpontokat. Ezen kívül rendelkeznek olyan képességekkel is, amivel gyakorlatilag minden repülőfegyvert képesek érzékelni, még az alacsonyan repülő drónokat is. Ezekkel a berendezésekkel a Honvédség a régi szovjet P-37, PRV-17,
és ST68U típusú rádiólokátorait váltják le 2022-től. Mi nem az Iron Dome-ot vettük meg, bár ezzel próbáltunk küzdeni a közvéleménybe ezt elmagyarázni, hanem az Iron Dome-nak az agyát, a vezérlőrendszerét vettük meg, amitől az Iron Dome képes annyira hatékonyan működni, mint egyetlen egy más légvédelmi rakétarendszer sem a világon jelen pillanatban. Magyarország tehát az Iron Dome rendszer lelkét adó radar technológiát vásárolta meg. ELM 2084 típusú radarokat, melyek légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítő feladatokat látnak majd el. Ezeket Magyarország részben itthon is fogja gyártani és szerelni, hiszen a radarok előállítására alkalmas üzemet hoznak létre Nyírtelken. Így hazánk lesz a második NATO tagállam Kanada után, ahol a világ jelenlegi legmodernebb radarjait gyártják. This is the legjobb radar a világon. It is a multi-mission radar. Ez egy több feladatú, a legmodernebb technológiával felszerelt radar, melyet a saját magunk által fejlesztett gallium nitrid félvezető modulokból építettünk. Aktív elektronikus nyaláb eltérítésű antennája van, mely lényegében nem tartalmaz mozgó alkatrészeket. Több digitálisan formált nyalábbal dolgozik, és képes akár a legkisebb radar keresztmetszettel rendelkező célokat is felderíteni, szóval észrevesz, azonosít és elfog mindent, ami repül. A világ leghatékonyabb rakétavédelmi rendszereivel Izrael rendelkezik. Legalább három rétegű kupola óvja az ellenséges környezetből érkező ballisztikus rakétáktól, mindenféle egyéb ártó szándékú a levegőben és az űrben repülő szerkezetektől. Nagyon büszkék vagyunk a rendszerünkre, mert megvédi a civileket, a gyerekeinket, a családunkat, és ez a rendszer már több mint 10 éve védi az országunkat. A magyar kormány nem vásárolta meg a teljes vaskupola rendszert költséghatékonysági megfontolásokból. Más, de hasonló hatékonyságú rakétarendszer az amerikai, norvég NASAMS ütegek látják majd el az itthoni légvédelmi feladatokat, melyeket kiegészítenek az izraeli ELTA cég lokátorai. A megvásárolt légtérvédelmi rakéta komplexum, a NASAMS rendelkezik ugyan saját tűzvezető lokátorral, a Sentinellel, de az izraeli radarok a célokat messzebbről észlelve lehetővé teszik, hogy ezeket csak a megfelelő pillanatban riasszuk, kapcsoljuk be. Állandó telepítés nem szükséges majd hozzájuk. Mindig az adott helyzet fogja meghatározni, hogy hová telepítik le őket. 9 ország használja jelen pillanatban, és ha jól tudom, a NATO-n belül legalább 7 vagy 8 ország használja ezt a rakéta elhárító rendszert, amit mi vettünk, hogy ne menjünk messzebbre, egyébként speciálisan Washingtonnak a légtérvédelmét ez a rakéta rendszer biztosítja, tehát az amerikai haderő egy külön rendszerrel védi a legkritikusabb infrastruktúráját az Egyesült Államoknak, ezzel a rakéta elhárító rendszerrel védik teljes Washingtont és a kormányzati központokat. Tehát ez a NATO-n belül legkipróbáltabb rendszer, amit mi megvettünk, az izraeli aggyal és irányítással és a NATO legjobb rakéta elhárító rendszerével. És akiktől megvettük a norvég-amerikai rakéta elhárító rendszert, extrém jó finanszírozást kaptunk a norvég államtól, de az izraeli eszközök tekintetében is más közép- és kelet-európai országokhoz képest sokkal kedvezőbb finanszírozást kapunk. Ez annak az eredménye, hogy azt látják, hogy az elmúlt években megkötött, gyors döntések alapján megkötött szerződéseinkben Magyarország a nyugati sztenderdeknek megfelelően professzionális projektmenedzsmentet és pénzügyi menedzsmentet hajt végre, a számlákat időben, határidőre fizeti, a megfelelő együttműködést, hiszen ezek a projektek nagyon szoros együttműködést kívánnak egészen a telepítés végéig, az biztosítja.
Ezért a pénzügyi kockázata sokkal kisebb egy gyártócégnek Magyarországra szállítani, mint néhány más közép- vagy kelet-európai országban. Ezért Magyarország jobb finanszírozási kondíciókat is kap jelen pillanatban, mint néhány más NATO tagállam. A szárazföldön akkor tudunk nyugodtan operálni, ha a levegőben biztonságban vagyunk. Ezt nyilván nemzeti erőből és koalíciós erőből is meg kell valósítanunk. Tehát van egy követelménynyújtás a NATO-tól, hogy legyen meg a teljes lefedettsége bizonyos magasságokon a teljes magyar légtérnek, illetve legyen válaszadási képesség. Ez két képesség lehet, vagy gépeket küldünk fel, vagy légvédelmi rakétákkal, vagy légvédelmi eszközökkel hárítjuk el a szükséges fenyegetést. Ezért nagyon fontos, hogy a Magyarország légtere az a légvédelemnek köszönhetően a radaroknak és a szövetséges és hazai erőforrása megfelelően mindig a miénk legyen. Nem lehet a szárazföldön bármilyen műveletet végrehajtani, ha a levegőből bármikor kiiktatható a szárazföldi erő. Az a lényeg, hogy biztosítsa azt, hogy ha bejön bárki, akkor mi azt lássuk időben, és időben tudjunk reagálni valamelyik erőforrásunkkal, vagy gépet küldünk, vagy rakétát, vagy rálövünk. A légvédelem ilyen egyszerű. Az összes, persze nem, ettől sokkal bonyolultabb, hiszen gondoljuk, hogy három dimenzióba kell gondolkozni a kollégáknak, kitalálni a szükséges megoldásokat, de hagyd mondjam el, hogy az egyik legnehezebb feladat is. Magyarországon a nap minden percében, minden másodpercében van egy kijelölt ügyeletes légierő parancsnok a Magyar Honvédség keretén belül. A bejövő információk, hogyha veszélyforrás van, őt hívják. És neki döntenie kell. Adott esetben, hogy lövök, vagy nem lövök. Nincs idő arra, hogy akár engem felhívjon, én felhívjam a minisztert, vagy a miniszterelnököt, vagy a köztársaselnököt, vagy összehívjuk az országgyűlést, mert ezek az eszközök gyakorlatilag no perc alatt elérik a célt, legyen az repülő vagy rakéta, ott a döntést azonnal kell meghozni. Ez a felelősség egy mindenkori magyar tábornok vállán van. A világon mindenhol ezek a katonai rendszerek egyedi gyártásúak, tehát nem polcról emelhető rendszerek, tehát az adott országnak a kívánalmaira kell adaptálni ezeket a rendszereket, nagyon nagy fokú mérnöki munkát feltételeznek. Ezért is vannak azok az országok előnyben a hadiparban, ahol a honvédség, a haderő és az ipar nagyon komoly szimbiózisban tud együtt élni. A jó hír az, hogy Magyarországon a Magyarországra telepített hadipari gyárakban erre készülünk, hogy a magyar honvédség és a telepített hadipari gyárak között ugyanez a szimbiózis meg lesz és együtt dolgozás. 2021-ben Magyarország irányított páncéltörő rakéták beszerzéséről kötött megállapodást Izraellel. A Spike LR-2 egy úgynevezett Fire and Forget rakéta, ami azt jelenti, hogy a cél bemérése után a rakéta akár autonóm módon beavatkozás nélkül megkeresi és likvidálja a célpontot. Elsősorban páncélozott célpontok semlegesítésére használják, de képes megerősített fedezékek megsemmisítésére is. A rakéta magas röppályát követve felülről támadja a páncélozott járműveket, ahol azok a legsebezhetőbbek. A Spike egy páncéltörő rakétacsalád. Vannak kis hatótávolságú verziója, néhány kilométeres, 10-15 kilométer hatótávolság, illetve több 10 kilométer hatótávolságú páncéltörő és épület romboló rakétájuk van. Ezeket az eszközöket az izraeli hadsereg használja. Részint ugye páncélozott eszközök ellen, amennyiben ez szükséges, részben pedig épületeknek a rombolására, terrorista célpontoknak a rombolására. Magyarország ebből az eszközcsaládból vásárol, részint a lövész zászlóaljak részére egy állványos eszközöket, tehát egy földi telepítő, egy földre lerakott állvány, amit a lövész katonák kezelnek, illetve a harcjárműveinkre szeretnénk ezeket az eszközöket integrálni a beszerzendő Lynx harcjárművekre, hogy azoknak a páncéltörő képességét növeljük. Van alkalmazása a helikopterre telepítve. A általunk megvásárolt H-145-ös helikopterek esetében ezeknek az IR-ER-2
páncéltörő rakétáknak az integrációja már folyik Németországban. Ezen kívül rendelkezik a fegyvercsalád látóhatáron túli képességgel is, tehát több tíz kilométeres hatótávolsága az eszköz, rendkívül jó hatásfokkal, rendkívül nagy pontossággal alkalmazható, szintén helikopterfedélzetről, de ugyanúgy lehet szárazföldi indítás. Ezekből a rakétákból egyelőre néhány tucatot szereztünk be az integráció miatt, illetve állománykiképzés érdekében. Amíg ezek az eszközök nincsenek integrálva a helikopterfedélzetre, légi indításra, addig nincs értelme vásárolni. Az integráció befejezése után viszont 2025 körül további rakéták vásárlása a cél.